Ősz közepén, az erdőkben, földutak, határmesdjék mentén sokféle vadgyümölcs érik a Duna-Tisza közén is. A bogyós termésűek közül legismertebbek a kökény, a galagonya és a csipkebogyó. Valamennyinek igen magas a C-vitamin tartalma és alkalmasak lekvár, teha vagy italok készítésére, de nyersen is fogyasztható. A termést csak olyan helyen célszerű begyűjteni, ahol nincs járműforgalom, így elkerülhető a kipufogó gázok okozta szennyezés. Legismertebb a tömegesen termő kökény, amelynek húsa igen ízletes és tápláló. Szedése akkor ajánlott, amikor már megcsípte a fagy. Immunerősítő gyógyhatása közismert. Hasonló a csipkebogyó hatása is, bár ennek szedése és feldolgozása szakértelmet kíván. A galagonya termését a szív gyógyítójaként is ismerik, mivel jó hatással van a koszorúér betegségek megelőzésénél. Terméséből főzetek, teák, lekvárok és italok készítéséhez érdemes gyógynövény szakkönyvekből recepteket szerezni, így biztosabb az eredmény. A gyűjtögetőknek azt is be kell tartani, hogy csak a terület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélyével szedhetnek bármit, és nem kereskedelmi mennyiségben. Ez jelenleg 2 kg személyenként és alkalmanként.